Szeretettel üdvözöljük a ProHardware TV nézőit! Az Nvidia végre megmutatta az évelején bejelentett DrivePX 2 modul processzorát, pontosabban processzorait, ugyanis ez a rendszer rögtön kettőt alkalmaz az új Tegrából. Utóbbi a Parker Code nevet viseli, és ez az első olyan rendszercsipje a vállalatnak, amelyet nem elsődlegesen az ultramobil piacra terveztek, hanem direkt az önvezető autókba. Ennek köszönhetően egy erős megoldásról van szó 6 darab ARMv8-as processzormaggal. Ezen belül is az egyik klaszter 4 darab ARM Cortex A57-es magot használ, míg a másik 2 darab saját tervezésű Denver 2 néven ismert megoldást, amely az energiatakarékosságon javít az előtthöz képest. A Parker rendszer chip másik fő része a Pascal architektúrára épülő integrált grafikus vezérlő, amely 2 darab streaming multiprocesszort, azaz végeredményben 256 darab CUDA magot kínál. Az egyéb paramétereken rögtön látszik, hogy tényleg nem egy ultramobil megoldásról van szó, ugyanis 3 darab 4K-s felbontású kijelzővel is elbánik, támogatja a hardveresen asszisztált virtualizációt 8 virtuális gép erejéig, továbbá rendelkezik egy úgynevezett Safety Manager Engine-nel is. Utóbbi a megbízhatóságot növeli, ami egy kritikus tényező az autók, különösen az önvezető autók tekintetében. Nagyon beindul a CryEngine videójáték motor fejlesztése. A Crytek korábban nehéz hónapokat élt meg, de az idei év tavaszától sokkal hatékonyabbnak látszik a cég munkája. A CryEngine 5 bejelentése után a CryEngine 5.1-gel elkezdték beváltani az olyan ígéreteket, mint például a teljes forráskód elérhetősége, és most publikálásra került egy úti terv, amely a következő frissítésekről árulkodik. A hamarosan érkező CryEngine 5.2 többek között jelentősen kiterjeszti a DirectX 12 támogatást, így egyre több eljárás lehet majd használni alatta. A virtuális valósághoz is megérkezik a két GPU-s támogatás, ráadásul már a DirectX 12-vel kompatibilis gyártói VR csomagokra építve. Az ősszel érkező CryEngine 5.3 még ennél is tovább megy, ugyanis beépítésre kerül a Vulkan API támogatás, ami azt jelenti, hogy a Crytek az év végéig letudja az összes új API-ra való átállást. Ráadásul átdolgozzák az erőforrás menedzsmentet is, hogy jobban igazodjon az explicit API igényeihez. A Microsoft megmutatta, mitől működik a HoloLens. Már régóta lehet tudni, hogy az aktív tervezés alatt álló konstrukció alapja a HPU nevű lapka, de eddig titok volt, hogy ez konkrétan mit is tartalmaz. A 12x12 mm-es tokozást használó holografikus processzor lényegében egy digitális jelfeldolgozó. A TSMC 28 nanométeres HPC nodján készülő chipbe 24 darab DSP mag került, amelyeket a Redmonti óriás cég a Tensilica néven ismert vállalattól licenszelt. A Microsoft mérnökei szabadon tervezhették meg a magokat, ráadásul az eredeti utasítás architektúrát ki is egészítették 10 saját utasítással, amire az úgynevezett TIE, azaz a Tensilica Instruction Extraction adott lehetőséget. Az egyedi DSP magok párosával vannak felfűzve, vagyis két mag alkot egy klasztert. Ezeket egy belső fabrik köti össze, és így vannak megosztva a további fix funkciós egységek, valamint került a lapkába még 8 megabájtnyi SRAM is. A Microsoft szerint az így összeállított konstrukcióval a HoloLens esetében alkalmazott algoritmusok futtatásának sebességét 200-szorosára sikerült gyorsítani a szoftveres módhoz képest. Eközben az 1 GB-os különálló LPDDR3 memóriával rendelkező HPU kevesebbet fogyaszt, mint az operációs rendszert futtató platform, ami egyébként az Intel Cherry Trail Code nevű megoldása 1 GB-nyi LPDDR3 rendszer memóriával társítva. Kikapcsolhatatlan a Trace Effects az új Deus Ex-ben, ami tulajdonképpen egy újabb mérföldkő a játéktörténelemben, ugyanis a program nem csak opcionálisan kínál GPU-val gyorsított hajszimulációs effektet, hanem alapértelmezetnek tekinti annak meglétét. Az első Trace Effects-et használó játék a 2013-ban megjelent Tomb Raider volt, vagyis mindössze 3,5 év alatt egy jól mutató extrát sikerült egy teljesen általánosan bevethető konstrukcióvá átgyúrni. A programba kerül
illő módosított verzió hivatalos neve a Pure Hair, amelyet az Eidos Montreal, a Crystal Dynamics és a Labs alakított ki az MD kutatásaira építve a Square Enix anyagi támogatásával. Az egységesítésre azért volt szükség, mert ugyan a játékon belüli főszereplőnek extra hajat tervezni nem túl megterhelő, de majdnem minden szereplőnek két hajmodellt készíteni az már az, ami végeredményben magasabb költségként jelentkezik a tartalomkészítés oldalán. Ez a mai világban nem vállalható fel, így az úgymond minőségi haj leképezését kellett elfogadható szintre paraméterezni, hogy ne legyen szükség az alternatív, alaposan lebutított hajmodellek elkészítésére. Ennek érdekében a Pure Hair működése is minősége széles skálán paraméterezhető, így alacsony részletességű környezeti beállítások mellett még az integrált grafikus vezérlőknek sem okoz gondot a futtatása. Köszönjük szépen figyelmeteket, egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok!